Nagyon sok jelet használunk hétköznapi életünkben, mert ezek a jelek jelzik számunkra azt, hogy valami fontos. A lélekharang híradás, hogy elmehet, elment valaki földi létéből. Mindenkinek ugye vannak halottai, vannak akinek nem itt van, hanem máshol, és ez egy olyan gesztus, ahol hát szeretteinkről, ugye, akik eltávoztak, amikor kísérjük utolsó útjára a léleknek, ugye a harangszó adja meg a, gondolom, a végtisztességet. Hívja a lelkeket, hogy lélekváltságot adjanak imáikkal az emberfia életeinek utolsó pillanataiban, élete legsúlyosabb perceiben is. Amikor hozzátartozónkat, barátunkat, ismerősünket utolsó útjára kísérjük, vagy amikor kijövünk emlékezni minden szentenkor, vagy amikor egy hétköznap kijövünk és a síron elhelyezünk egy gyertyát vagy egy virágcsokrot, akkor adott esetben szóljon itt a harang, a lélek harangja, egy közösség emlékezése. Ha egy kis közösség összefog, az úrangyala imádság előtt is érvényre juthat az összetartozás. Itt egy elég régi temető van, itt volt lélekharang is, csak nem éppen olyan körülmények között lakott ez a harang, mint ahogy itt sokan úgy gondolták. Éppen ezért ez a kis közösség itt az Érdekvédő Egyesület vezetésével összefogott. Idézzük meg John Donne örökbecsű szavait. Senki sem különálló sziget. Mindenki a szárazföld egy része, a kontinens egy darabja. Ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb. Minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel. Ezért hát sose kérdezt, kiért szól a harang. Érted szól. Legyen meg a te akaratod.